kitiltaná a közéletből Gyurcsány Ferencet a Mi Hazánk mozgalom, olyan alaptörvény módosítást javasolnak, amely kizárná a politikából a DK elnökét és más kommunista vezetőket. Ezzel folytatja Mészáros Kata és Németi Noémi. Jó estét kívánunk, ahogy ez lenni szokott, tehát ebben a műsorsában párban kérdezzük vendégünket. Németi Noémi, az a Mennybel politikai szerkesztője van itt, Szerbusz. Jó estét kívánok! És már is a külső stúdióban kapcsoljuk vendégünket, Novák elődöt a Mi Hazánk mozgalom alelnökét. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Úgy fogalmazott ma, hogy Gyurcsány Ferenc és más kommunista vezetők közéletből való kitiltása érdekében alaptörvénymódosító javaslatot csomagot nyújtanak be az országgyűlésnek. De ezt azzal indokolják, hogy ezen vezetők elszámoltatása nem történt meg. Ugyanakkor mit várnak ettől most? Sajnos a pártállami vezetőknek nemhogy az elszámoltatására nem került sor, de a közéletből való kizárására sem, pedig például Lengyelországban volt példa olyan lusztrációs törvényre, amit most a mi hazánk mozgalom is kénytelen benyújtani, hiszen jobb későn, mint soha azt gondoljuk, hogy egy állítólagosan új rendszerben a kommunista diktatúra vezetői nem kaphatnának vezető szerepet. Így például a KISZ központi bizottságának titkári székéből nem lehet miniszterelnöki bársony székbe átülni, ha komolyan vesszük a rendszerváltást. Lengyelországban komolyan vették, ami mi hazánk mozgalom komolyan veszi, ezért nyújtjuk be ezt a lusztrációs törvényt, hogy kizárjuk az előző diktatúrkus rendszer vezetőit a jelenlegi közéletből. A három legfontosabb antikommunista követelésünk egyike ez, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy talán azzal kellene kezdeni, hogy az állambiztonsági múltat így többek között az ügynöklistákat feltárjuk, utána lehet beszélni, ha egyáltalán, ha tisztán látunk, a kommunista vezetők elszámoltatásáról és közéletből való kitiltásáról. És hát a kommunista luxusnyugdíjak megvonásáról is beszélni kell, hiszen szerintem ma november 4-én is nem lehet méltó emlékezni. Például Mansfeld Péterre, hogyha a, két, a ráhalálos ítéletet kérő ügyész két évvel ezelőtti haláláig folyósították azt a több százezes lúgny, nyugdíjat, amit egyébként Biszku hasonlóképpen, de még ma is számos AVH-s tiszt, vérügyész, vérbíró élhet közöttünk, ahogy például Kovács László, MSZNP KB tag is kaphat egy kiemelt nyugdíjat. Ennek véget kell vetnünk, alanyi vagy özvegyi jogon még mindig sokakat érint ez a kérdés. Nem csak most, de korábban is többször emlegette Gyurcsány Ferenc nevét, és ugye úgy fogalmazott, hogy nem csak a magyar politikában, de az országgyűlésben képviselőként sem lenne helye. Most itt a lehetőség, mit üzenne neki egyébként? Nyilván nem véletlen az, hogy többször is említette ma is a DK elnökének nevét. Valóban semmi keresni valója nem volna a közéletben. Nyilvánvalóan a legnagyobb bűneit mondjuk miniszterelnökként követte el, de ezek meg sem történhettek volna, hogyha itt valóban lett volna rendszerváltás, és nem siklatták volna ki például az úgynevezett Zétényi Takácsféle igazságtételi törvényjavaslatot 1990-ben, melyre sajnos egyedül a Fidesz frakciója szavazott egységesen nemmel, tehát sajnos kisiklatták ezt a, már akkor ezt a kísérletet. Azóta sok idő eltelt, szerintem újra kell gombolni a kamátot és a közéletben nincsen keresni valója annak, akik a magyar nép elnyomásában a kommunista rendszer fenntartásában az előző rendszer vezetőiként részt vettek. Fájó látni azt is, hogy az SZDSZ-es hasonló köpönyegforgatásra került sor a Jobbik és az LNP részéről is, hiszen a Jobbik első alapszervezetének alapítójaként azért hadidézek az egykor jobboldali, ifjúsági közösségből alakult Jobbik alapító nyilatkozatából. A párt elsődleges feladata a kommunista utópárt és a vele összefort szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. Ehhez képes látjuk azt, amit sajnos az LNP-nél is, hogy a hatalom minden áron való elvtelen megszerzése érdekében képesek összefogni, azzal a Gyurcsány Ferenccel, akivel szemben létrejött, nem csak a jobbik, hiszen Gyurcsány Ferenc kormányzása idején alakult meg, lehet más a politika néven, nevében is ellenzéki attitűddel az LMP, és ezek után fogtak össze személyesen akár vele is. Én azt gondolom, hogy az, hogy program nélkül összefognak, és egy trágár jelszó az, ami összetartja őket, ez elfogadhatatlan, és a pesti srácok emléke kötelez minket. Pongrácz András Korvin közi szabadságharcos, a Mi Hazánk Mozgalom alapító atya is olyan útmutatást adott nekünk alapításunkkor, hogy igenis ezeket az antikommunista követeléseket, ezeket vigyük tovább, ha már sajnos a politikában más ezeket nem képviseli. Legyen szó az ügynök listák feltárásáról, vagy a kommunista vezető közéletből való kitiltásáról, vagy a kommunista luxus megvonásáról. Már ezek csak úgymond a legfontosabbak vannak azért, ami a szívünkhöz még közel állnak, például a szabadságtéri szovjet emlékmű eltávolítása. És ugye ezek a pártok, amit ön is említett, a Jobbik, az LMP nem csak a Gyurcsány Ferencsel és a DK-val fogtak össze, hanem az MSZP-vel is, ön ma ebben a témában tartott egy sajtótájékoztatót, ott is felhozta ezt, hogy az MSZP utód pártjával, az MSZP-vel fogtak össze. Ezek a pártok gondolják, hogy az alaptörvénymódosítási kezdeményezésük most támogatásra talál ezeknél a pártoknál? Őszintén szóval nem gondolom, ez egy figyelemfelhívásnak Próbálom inkább ezt megfogalmazni, és ezért nyújtják be a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselői ezt a javaslatot, amit én egyébként 2011-ben már országgyűlési képviselőként benyújtottam, sajnos leszavazták egyhangúan. Mi már a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, mely szeretne elszámoltatást. Szerettük volna a Béla és a hasonló bűnösök elszámoltatását is, akik a forradalom utáni megtorlásokat irányították. Szeretnénk legalább a még közéletben lévő vezetőket egy komoly rendszerváltás módjával kiszorítani igenis a közéletből azt gondoljuk, hogy ez erkölcsi kötelességünk. Az MSZNP utódpártjával, az msp vel pedig jogutódjával ezzel semmiképp sem lehet együttműködni. Természetesen vannak fájó sebek, így november 4-én azért hadd idézem föl azt is, hogy az ország egyetlen 1956-os múzeumának a Pongrácz Gergely, a Korvin közlegendás parancsnok által alapított 56-os múzeumnak az állami támogatását épp idén vonták meg, tehát nem kapi már működési támogatást az ország egyetlen 56-os múzeuma sem. Tehát vannak fájó Nyilván ezek közül a leg Szimbolikusabb az a Szabadságtéri Szovjet emlékmű, melyek kapcsolatban ugye Ormán Viktor is, hát mondhatjuk, hogy egy ilyen közvetett szóváltásba bocsátkozott most Oroszországgal. Azonban kevés az, hogy Ormán Viktor 30 évente egyszer mondjuk a megszállás emlékművének nevezi azt, ami valójában inkább a felszabadulásról beszélő, dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek feliratot tartalmazó emlékmű, miközben a tér másik oldalán nagyon helyesen megszállásként beszélnek a német megszállásról. Képzeljük csak ah, el, hogy ha ott, ott hasonló pompával egy horogkereszt állna, egy óriási horogkereszt azzal a felirattal, hogy dicsőség a szövje, szövetséges német hősöknek. Persze nem kívánjuk ezt, de a mi hazánk mozgalom rá kíván világítani a kettős mércére, és el kell távolítani a szabadságról elnevezett térről az elvileg tiltott önkényű jelképekkel is csúfított megszállás emlékművét. Másra is elvilágítanak, az idő rövidsége miatt engedje meg, hogy áttérjünk a lengyelországi tüntetésekre, mert hogy az eseményekre több ízben is reagált az elmúlt napokban a mi hazánk. Úgyhogy gyorsan mondjuk el, hogy ott az ottani tüntetés hullámot az abortusz tiltásról szóló alkotmánybírósági döntés váltotta ki. Ma már a tiltakozók úgy fogalmaznak, hogy háborúdul. Egy országos sztrájknak lehetünk szemtanúi, összecsapásoknak rongálják a templomokat és forradalmi elszavakat skandálnak. Ugye veled vagyunk Varsó, így fogalmaztak több ízben is. Miért tartják fontosnak a szökiájanak a lengyel keresztények mellett? Úgy gondoljuk, hogy elfogadhatatlan az, hogy egyébként Franciaországban ugye már terrorista gyilkosság is történt templomban. Lengyelországban tömeges támadások vannak templomok ellen, de egyébként Magyarországon is, ugye, müller Ceciliát már a kereszt viselése miatt is támadják. A mi hazánk mozgalom azért folytatja a keresztállítási misszióját is ugye az adventi bevásárlási lázban, hogy mert nem engedjük a templomokat úgy, a, vagy a kereszteket úgymond a templomba zárni. A minden része kell legyen a keresztény szellemiség, ami az államiságunkat is biztosította ezer éven át. Tehát ezeket a hagyományokat, kultúrát, ezt az örökséget ezt szeretnénk megvédeni. Az pedig pikáns, hogy Lengyelországban az abortuszok 1%-át vitatja bárki is, még azok is, akik most templomokat támadnak. Magyarországon is elsősorban arról a 99%-nyi bemondásra végzett abortuszról kell beszélni, ahol nincs szó az anya vagy a gyermek életének veszélyeztetettségéről, illetve hát ugye a gyermekéről abban az értelemben van, hogy a családon belüli erőszak ugye, ennek a legelterjedtebb és legbrutálisabb formája már az abortusz, mely a leg ártatlanabb és legvédtelenebb emberek ellen irányul a világszerte a legfőbb halálozási okká ma már az abortusz vált, és fájó kimondani, de a Gyurcsány és az Orbán kormány abortuszpolitikája között nincs lényegi különbség, hiszen hazugság az alaptörvényben az a mondat, hogy a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg, ez körülbelül olyan hazugság, mint az a másik mondat az alaptörvényben, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, csak aztán vannak egyenlőbbek, akiknek például jár a mentelmi jog, ugye, ha a politikus bűnözőkre gondolunk. A magzatokra visszatérve pedig a mi Mozgalom szívhangos javaslat, ami szív Ügyem, hogy legalább az utolsó szó jogán életében egyszer kommunikálhasson a magzat a gyermekével és hallgattassák meg a magzat szívhangját. Ez nem szigorítás, ez inkább tájékoztatás. Hogy nem egy fogászati beavatkozás szintű kezelésről van szó, ne egyfajta fogamzásgátlási módszerként használják Magyarországon legalábbis idáig terjed ki egyelőre az, az elsődleges felelősségünk az abortus ne erre használják hanem a szívhang meghallgatásával, a döntésük súlyát felmérve hozzanak felelős döntést. Tehát ez nem szigorítás, inkább tájékoztatás. De mégis egy érdemi elmozdulás sok élet megmentését is jelenthetné. És a gyermeket felnevelni nem kötelező, de ez lehet örökbe adni is. Tehát ez még nem ok arra, hogy egyfajta abortuszhoz folyamodjanak. Messzire vezetnek a szállnak is, rengeteg kérdés felvet, az biztos. Köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget.